Szakmai együttműködő partnereink Karinti Színház, antropos.hu kulturális online magazin. A műsorvezetőt a Saxo London öltöztette. A műsor támogatója a richlife.hu, Magyarország első luxus piactere. A műsor támogatója a Lantos Tanulás Módszertani Központ. Tanulási stratégiák minden korosztály számára. A Buta Café helyszínét a Yellow Bistro and Bar biztosította. Jó estét kívánok, vadonatúj helyszínről jelentkezik a Bóta Café, mint látják egy elegáns hotelből, azt is látták, hogy a főcím is más, de Gálvölgyi János és felesége, Gálvölgyi Judit, nem mások, nagyon is ugyanazok, és én tudom rólatok, hogy úgy ismerkedtetek meg, hogy egy amatőr előadásban nem találkoztatok, vagy legalábbis egy amatőr színpadon, vagy nem. Volt amatőr színtársulat. Mi profik voltunk már akkor. Ja, jó, hát nem igen, már világos. Az kéne együttesben, vagy annak az ősében, Mészáros Tamás vezette, akkor, aki azóta ugye kitűnő. Ez nem metró színpad volt? Nem. Az még később lett a metró. Ez az ős szkéne volt, amit a Mészáros Tamás vezetett akkor, és akkor játszottuk Görgei Gábor, Görgei Artúr Ötörejtel című darabját. És mit játszottál? Én játszottam az asszonyt, az asszonynak egy szerepe van, először feleség, aztán anya. Aha. És János játszotta a férjemet, majd a fiamat. János akkor 18 éves volt. És te egy pár évvel. Én 20. Hozzá kell tennem, hogy ezt később aztán Horváth Ádám megrendezte a televízióban. Úgyhogy a csodálatos, fantasztikus Darvas Lili játszotta Jutka után a szerepet. Az én szerepem hát pedig... Igen. Bilicsi Tivadar és Márkus László játszotta. És a Kada utcában adtuk ezt elő, az Ikarusz művelődési házában, és akkor azt hiszem két előadást ért meg. De hát ahogy mint a rendes amatőrök, meg mai két profi színház, ugye hónapokig készültünk vele. És melyik kötöknek tetszett meg, melyik kötök? Hát azt nehéz megmondani, hogy mely... azt hiszem Jánosnak igen, tetszettem igen, meg igen, én. Igen. Mi tetszett meg Juditon? Az esze. A remek alakításán kívül. Egyébként milyen volt, mint színész? Jó Mászta volt. Jutka akart színész lenni. Természetesen. Ki nem? Én akkor jöttem rá, meg ő is akkor jött rá, amikor ő ugye egyetemet végzett, és volt ilyen próbatanítás. Igen. Hogy én például a mai napig borzasztó gátlásos vagyok. A Jutka gyönyörűen itt most neked nem fog... Elmondok egy verset nagyon szépen négy szem közt. Ha kimegyek a színpadra, rettenetesen görcsös és merev vagyok. És hat szem közt nem megy, mert most hat szem közt vagyok. Hat szem közt is megy. Nagy közönség előtt nem. Na most az iskolában a tanítás, ugye végül is tanári diplomám van. A tanítás épp úgy nyilvános szereplés. Én tulajdonképpen rettegek a nyilvános szerepléstől. De gyakorlatilag tanítanod, az csak kellett, nem? Muszáj volt. Na, ott derült ki, hogy nem. Ott mondta a vezető tanárnő, hogy jóba vagy a srácokkal órán kívül. Na, mert persze, hogy jó, de miért? Azt mondja, mert ha nem lennél velük jóba, utálnának. Tudod te, hogy mit csinálsz? De mit csináltam? Így megkapaszkodtam rettegve az íróasztal szélébe, és így nem is néztem rájuk, előadtam a tanítani valót. Én félek a szerepléstől, ezért akartam színésznő lenni. Na jó, de várjál, hát azért te, édesapád ugye Rodolfo, a híres bűvész, hát te asszisztáltál neki, tehát akkor porondon ki kellett menni egy rakat ember elé, nem? Az egészen más dolog. Egyrészt, mert apám véghetetlenül profi volt, és rólam nem volt szó. Én csak arra vigyáztam, hogy minden kellék a helyén legyen, hogy ne nyúljon hozzá más. Nekem csak a kedvő végét kellett fogni. Az nem olyan. Nem én szerepeltem, apu szerepelt. A felelősség más, gondolom én. Most már a színészi pályán eltűntött pár hetem óta, hogy amikor én kisebb szerepeket kaptam, akkor hát a fele nem gondolta volna, hogy
bármit észrevesznek egyáltalán. De minél idősebb az ember, minél nagyobb a felelősséged, annál nehezebb belibenni a színpadra. De hogy az elején nem? Tehát amikor elkezdték parodizálni, akkor fogalmam. Semmi. Nem tudod, hogy mit csinál. Tehát akkor nem volt semmiféle, hogy ez megy, nem megy, összejön. Nem. A görcsöm nekem a főiskolai felvételén volt, akkor baromi görcsös lehettem, sőt biztos az is voltam. És aztán utána jött a ki, mit tud, hát most én önfeledten ülök már itt, mert tudom, hogy ott egy kamera, ott meg ott egy kamera, ha így csinálok, akkor ez a kamera látja a tarkomat, de annak idején, és most 68-at írunk, 1900 és nem 1868-at, volt egy ilyen baromi nagy cső, amiben belenéztünk, mindannyian, akik akkor szerepeltünk, hát fogalmam nem volt, hogy a cső képedesen másik oldalán, akkor még 5 millióan látnak engem. Azt hittem, hogy az a szakállas fiú, aki ott áll a cső másnak végén, akkor még nem volt szakállas, hogy az engem lát. Én meg látom, amikor néha így csinál a fejével. Tehát nem voltam, mint tudatában. De amikor kimentél az utcára, és rögtön mindenki megismert. Az fura volt. Akkor azt hittem, hogy a slicer nyitva van, vagy valami. De tényleg, hát gondolj bele, hogy én ugye minden reggel mentem fél hétkor Éva nyomdába, vasárnap meg voltak ki, mi nyomdai fényképész voltam, igen. És meg volt vasárnap este vagy éjszaka a ki mit tud döntője, nagy siker, és már hétfő reggel ugyanúgy negyed hétkor álltam a buszon. A trolibusz, és ugyanazokkal mentem, akikkel 2 éve mentem, és azt hittem, hogy mi abban, hát eddig mi nem néztek meg engem, eddig én néztem őket, tudod? Tehát ez egy nagyon nehezen esett le. És aztán, amikor kaptam a szerződésemet a Kamara Varietében szeptemberben, akkor már azért kezdtem a jaj, kimenni a közönség elé. És aztán azóta ez egyre rosszabb lett, mert egyre nagyobb a jaj. Azért azt tudod nagyon megnézni, hogy te hajnali 4-7-kor a buszon ott a mész. Hát én... Mert egy késő kellő, ugye? Hát késő, de ezt a luxus nem enged. Hát én úgy mentem, hogy még 4-7, akkor már buszon, trolibuszon voltam, de 6 órakor még mentem gyalog a Hálas utcában. Ma már elmondhatom, mert néha Isten bizony, hogy sírva mentem, úgyhogy hogy itt valami nagyon nagy igazságtalanság történik. Mert hogy a nagy színésznek. Hogy van a jó Isten, érted? Hát azért lenéz mindenkire. Hát látja, hogy a kis Gálvegyi megy a Hálas utcában, Réva egy ondán, hát hogy van ez? Hát nekem 10-re kellene mennem valamelyik színházra próbálni valami. Amikor megismerkedtetek az Révai nyomda előtt, után? Előtt volt. Érettségültem. Tehát akkor te már ismerted ezt a korszakát. Hogy megy szegény a Révai nyomdára. Persze, hát mondom. És milyen volt? János? Aha. Hát akkor még volt rajta csiszolgatni való. Ugye egyrészt én nagyon nagyképű voltam arra, hogy idősebb vagyok. És mondtam, hogy ugyan már kisfiú, mit akarsz a nénitől? Mert hogy fiatalabb nálam. Hogy kérette magát. Azt mondta, hogy addig nem akar gyereket nevelni, amíg nem szült. Na most ez egy olyan aljas mondat volt számomra, tudod, azt mondtam, hogy majd én megmutatom neked, de nem. És mivel mutattad meg? Te egyrészt most viccet félretében, hogy Jutka baromi okos volt, gyönyörű volt meg minden, és én meg egy félművet bunkó voltam, és nagyon sok olyan kijelentést tettem, amiről fogadtam. Azt mondtam, van Molière-nek ez a Hamletje. Na most ebben a Hamletben, amikor bejön a Rómeó... Én meg rászóltam, hogy kisfiam, amit nem olvassál, amiről nem tudsz, arról ne beszélj. Igen. Fogd be! Tehát sok mindenhez hozzászóltam, amihez nem kellett volna, és hát föl kellett zárkoznom olvasottságban. Aztán én hát be nem hoztam, mert ez egy Jutka nyelvet. Hát ugye műfordítóként, ugye eleve orosz-francia szak. Tehát, angol, bocsánat, én gyakorlatilag 6 éves korom óta tanulom az angolt, és nagyon-nagyon hát szeretem. Angol fordítok most már, mert... Hát azelőtt oroszból is fordítottam, oroszból még Tolstojt is fordítottam. Hát az volt az egyetlen Vix színházi bemutatóm. Tolstoj a legenda. A Gyűrűk urát akartad lefordítani. A Gyűrűk urába 69-ben szerettem bele, és nagyon szerettem volna lefordítani. Jelentkeztél, ha jól tudom, a Galaktika. A Galaktika főszerkesztője volt Kuszka Péter, aki minden... Nagyon szórakoztató, nagyon érdekes ember. Na, ott kezdtem fordítani egyébként. Igen. A Galaktikában kezdtem fordítani, mert Kuszka írta az összes science fiction könyvnek az elő- vagy az utószavát, és megemlítette a Gyűrűk urát. Én pedig írtam neki, hogy én ezt a könyvet szeretem, és le akarom fordítani. Mit az Isten válaszolt? És azt írta, hogy hát ez egy picikét nagy falat, nem adhatná úgysem nekem,
De ha van kedvem, próbáljuk meg a Galaktikában kisebb dolgokkal, és elkezdtem fordítani. Rövidebb novellákkal, de nagyon jól dolgoztunk együtt. Volt, hogy olyan galaktika, metagalaktika, amit én válogattam, én olvastam. Nagyon jól dolgoztunk együtt, és science fictionnel kezdtem. Aztán megadatott, hogy a Silmarillokat én fordíthattam meg. Ami ugyanúgy Tolkien. Igen, Tolkien. És ekkora már a színészet teljesen? Elment. Mondom, rájöttem közben, főleg ez a tanításik alatt. És nem lehetett volna ezt a gátlást feloldani valahogy? Tehát lehet, annyira... hogy mire feloldódott, addigra már nem érdekelt a dolog. Igazán a fordítás egy csodálatos dolog. Nincs főnököd, nincs beosztottad, a szöveg van és te, otthon dolgozol, nagyszerű dolog. Ennél jobbat el sem hát lehet képzelni. Túl magányos tevékenység. Nem tudom, én amúgy is olyan magamnak való otthon ülő gyerek voltam. Amikor gyerek voltam, egyszer gyerek lévén, hát nem igen engedtek sehová, megszoktam, hogy otthon vagyok. Nem magányos, hiszen másik világban vagyok, más szereplőkkel vagyok együtt, így is. Mennyire alkotó munka? Hasonló olyan szempontból, mint a színészet, hogy interpretálás, de azért mégiscsak alkotó is. Hát ahogy a színészeket hosszú időn át nem tekintették alkotó művésznek, például jogdíj szempontból se, a műfordítókra is nagyon keveset figyelnek oda. Tehát ha valami jó, akkor az lefordul magától, vagy mintha magyarul írták volna, akkor említik meg a fordítót, ha bele lehet kötni valamivel legtöbbször. És lehet, hogy tévednek abban, amiben belekötnek. Igen, mert ez úgy van, ezt magamról tudom, hogy tulajdonképpen én is ritkán írok, hogyha színházról írok a fordítóról, mert ugye nem olvastam az eredetit valószínűleg, tehát nem tudom viszonyítani, érted? Igen, persze. Például a Jukka említette ezt a Tolstoy fordítást, ezt a Ló legendája ment a Víg Színházban, Garas Dezső fantasztikus, csodálatos alakítás volt Martó László rendezésében, ahol letolták a Jutkát egy dalbetét miatt, amit nem is ő fordított, mert a dalbetétet az nem külön, is voltak benne a darabban. Külön fordította valaki, de azt mondták, na akkor megnézték, hogy ki fordította, és akkor azt mondták, legyen ő ő. És erre te? Erre te, a céltábla nem lő vissza. A céltábla nem lő vissza. Legyintek és kész. De hát ugyanígy, mit tudom én, a Susan Mino az este, amiből Koltai Lajos rendezett filmet. A regényt én fordítottam. A regényben egy rákban haldokló nő monológia olvasható, írásjellek nélkül, egybefolyó szöveggel, nem az egyetlen ilyen mű, hiszen a Joyce Ulysses-ben is van ilyen rész. És kétségbe vonták, hogy ez így van. Hát miért gondolják, hogy a fordító valami egészen más csinál abból, ami írva vagyon? Mennyire csinálhatsz mást? Tehát mondjuk gondoljunk Patti Nagy Lajosra, amikor lefordít egy darabot, hát az Patti Nagy is lesz. Azért ez be van kódolva, hogy ez át lesz. Az más kategória. Nekem volt egy mesterem a fordításban, Makai Imre, aki Tolstoyt és Solohovot és ilyeneket fordított, aki például egy 4 soros versikét nem fordított, lemondván, hogy ő nem költő. Aha. Ő szigorúan ragaszkodott, hogy azt fordítsd, ami írva van. Én igyekszem, ugyanakkor néha lehet javítani is rajta. Próbálok például... Igen, van egy szerzők, melyik az, akiről azt szokták mondani, hogy jobb, mint az eredeti? Hát több ilyen van. Több ilyen van, akadnak ilyenek. Hát például ugye Karinti jobb, mint az eredeti. De valamelyest szerintem olyan hagyományőrző vagyok, hogy én szerintem az író bizonyos formában írt, meg kéne tartani azt a formát. Tehát nem szeretnék egészen más csinálni belőle. János az első közönsége a fordításaidnak? Vagy ez egyáltalán nem így? Nem feltétlenül. Nézd, de Jutkának is vannak olyan munkáim, amire azt mondja, ezt olvasd el, elolvasom. Van, ami azt mondja, ezt nem kell elolvasni. Megjött a gázszámla, mennyi ez?
Úgyhogy, de ez nekem is vannak ilyen szerepeim, de nem, Jutka különben rosszabbul járt, mert ő minden premieremet megnézi. Hát ő mindent. Aztán soha nem, szóval ő nem egy ilyen jégmama, vagy hogy szokták mondani. Se színházi feleség, mert nem igen. Szóval nagyon kevés olyan szerep van, amiben János többször láttam, még főiskolás korában volt. A helység kalapácsa, főiskolai vizsgálóadása. Annak az összes előadása. Én voltam, a kántor voltam benne, de az a Simon István költő írta, és a Rónai Pali, aki karmester az operaszínházban, összerezte a zenéjét. És akkor egy de nagy... akkor ez nem a eredeti helység kalapácsa? Nem, Simon István átírása volt. De nagyon édes. Volt is Lajos. Gyabronka, Gyabika még ott hegedült, mint másodéves főiskolás, ott statisztált benne, és az egy jó hangulatú musical volt, akkor egy nagy dolog volt. És annak az összes előadását igen, hát, láttam. Volt vagy 8 összesen, de főiskolás korban az egy... Ez miért volt a János? Jó, milyen? Nagyon édesek volt. Nagyon, az egész előadás tüneményes volt. De ezt még nem tudom, miért nem veszik elő. A Simon István kiment a divatból, ahogy az orosz irodalom kiment a divatból, megy baromság. Mert a Simon István attól még jó költő, az orosz irodalom meg zseniális és világszínvonalú. Csak... Most is. Igen. Mennyire dumálod? Te mondjuk elmész premierre, mennyire dumálod meg utána? Abszolút meg szoktuk beszélni. János megkérdezi, hogy rendben volt, és elmondom az őszinte véleményemet. Azt is, ha nem, ott rögtön a premierre? Azt is meg szoktam mondani, hogy hazafelé. Tudom, hogy már nem vagyok tudom, te igen. A kocsiban már hazafelé. Ez egyébként mitől van nálad, János? Hogy én gátlásos hogy tulajdonképpen nem, tehát hogy nem vagy egy, nem lehet azt mondani, egy társasági ember vagy, tehát hogy de minden mai napig ez, de mi, bejössz mondjuk a premierre arra 3 percre, és utána gyakorlod az angolosan távozás igen. mesterségét, akkor mit érzel? Tehát akkor mitől tartasz, vagy mi? Attól tartok, hogy el kell, ez hogy neked, nem azért, mert nagyképű bunkó vagyok, hanem gátlásos vagyok. Nem tudom azt, hogy utána elkezdek beszélgetni vakidegen emberekkel, akik elmondják, hogy milyen nagyon jó voltam, milyen Isten, én nem tudok viselkedni, tehát erre nem tudok reagálni. Tehát nem azért megyek el, mert nekem ez derogál, vagy nem tudom. Én hülyén tudnék csak viselkedni. De az miből áll hülye viselkedés? Akkor nyilván volt rá példa, nem? Már, hogy megtapasztaltad. Néha hülyéket is tudok mondani, hogy összekeverek embereket. De a másik pedig az, hogy én úgy vagyok vele, hogy ha hiszed, ha nem, hát ismerik egy párat egymást. A premier egy baromi nagy feszültség. Én tényleg össze vagyok csinálva előtte, kifújt, és akkor azt akarom, hogy ne tessék már nézni engem, ne tessék már nézni. Ez lehet, hogy az idegorvosom azt mondja, hogy na, majd ezt meg kell különben vizsgálni. Nem akarom, hogy lássanak utána, nem tessék engem békén hagyni. És van, hogyha olyan egy premier, amit nem kéne neked elárulnom, mint kritikusnak, hogy az ember úgy érzi, na ez most nem volt jó. Na. És akkor hazamegyünk, a Jutka is elmondja, én pontosan tudom, és akkor ő hagy engem, és én ülök magamban, hosszasan, depressziósan, de egy nagy siker után is, ez majd... Szóval egész kicsiben, de az érettségi volt olyan, nekem igen. legalábbis, hogy az ember halálra izgulja magát előtte, és akkor megvan, és sikerült, és kitűnő, és utána egy nagy üresség van. Igen, hogy ez a jó szó. Igen, nagy igen, üresség, igen, hogy... Igen. És ettől érettségére fel voltam háborodva, hogy ide járok 4 évig, és most 20 perc alatt akarják megtudni, hogy mit tudok. Én nem tehát, voltam, hogy... mert 2 perc alatt sem tudtam semmit. Tehát én azon voltam fel, hogy akarnak valami tudni tovább, hogy én mit tudom. Mert az egyetemi felvételi rendben van, ott nem tudják, hogy ki vagyok. De azt játsszuk a gimnáziumban, hogy ők itt most felmérik, hogy... A felvételi azért más, mert előtted van 4 év, 6 év, de egy érettség mögött. Van. Csak az ember az érettség után azt mondta, hogy és ha meg lesz az érettségi hónap, és meg lett, és mi van akkor? A villamosok semmi. Ugyanúgy mentek. Na ugyan, ezt éreztem, hogy nem is nincs is ennek értelme. Na most egy premier után. Mint ahogy egyébként a szakdolgozatnak is azt éreztem, hogy én ezt megírom, és utána egy ember elolvassa, és beteszik a fiókba. Hát akkor ez most ezért? Ezért. Na most egy premieren, ha nagyon durván lehántam ezt a szép hagymát, így kibontom, meg volt a premier, tetszett a nagymamámnak, aki már nem él, de ott volt, tapsoltak a rokonok, mert nem tudom én mi, és aztán Bóta Gábor talán majd ír egy talán, de lehet, hogy nem is tetszett neki, még le is fogja, és akkor megint meg volt egy premier.
De az elején ez csak nem így volt, nem? Hát az elején nem. Eleinte azt hitte az ember, hogy majd akkor lesz ennek következménye, majd nem tudom. Nem, szóval visszatérve, hogy de félskások voltunk, amikor én már akkor elmenekültem. Volt, hogy ne menjünk, és akkor nem tudom, hol ültünk a jutkával, elmentünk, és a Kazimir utánam küldött, hogy azonnal tessék oda menni bankettezni, és mondtam, hogy én nem tudok bankettezni. De figyelj, amikor ott maradt, tehát egyet tudok, amikor ott maradtál, ott nem volt mese, amikor 70 éves szülinapod volt, nem illett, és ott az egyéni este volt, sőt, ott még voltak könyv is, ugye rólad írtam, azt is ott, és akkor ott mi volt? Hát az más volt azért. De hozzá kell tennem, hogy én semmilyet, hogy születésnap a Jutka tanulom rá, hogy névnap, Laci nap, Béla nap, és nem vagyok egy ilyen ünnepő. De ezt sem mondom, de mondjuk születésnapja van, akkor mi van? Tehát egyrészt megbeszéljük, hogy mikor legyen a születésnapja, mert hogyha dolgozik. Több hivatalos születés. Hát van hivatalos, meg nem hivatalos. Amikor úgy ráér és össze tudunk jönni, akkor van a születésnapja. De semmi nincs de nálunk vasárnap is akkor van, érted? Mert nálunk lehet, hogy kedden délelőtt van vasárnap. Szóval. Igen, hát ezt már apádnál megszokhatta. Én ebben nőttem fel, tehát abszolút megszoktam. Nekem ez természetes. De mégis mi történik egy szülinapon? Beszél neki, vagy vesztek egy neki? Igen. Jutkától premier ajándékot is mindig kapok. Valami apróságot. Egy apróságot, ami lehetőleg kötődik vagy a darabhoz, vagy hát ugye kitaláltuk ezt a csacsiságot, hogy János bohócokat gyűjt, és azóta mindenki bohócokat ad neki, küld neki, rajzol neki, vesz neki. Ez csacsiság, ez nem adna. Hát imádja a cirkusz, te meg... Én is nagyon szeretem a cirkuszt. Hogyne? A cirkuszi ember vagy. Én nagyon szeretem a cirkuszt, és nagyon kevés az igazán jó bohóc. Tényleg nagyon kevés. De azokért rajongani tudunk. Ő is, én is. Hát egyszer Gobbi Hildának ugye volt esztje a korona. Most rossz azt mondani, hogy korona, de a vírus miatt a koronavírusban. És hogy ő mondta, hogyha tehetségesebb lett volna, hogy ő a nagy nemzetszi része Kossuth Díjas, aki már nem tudná, hogy akkor ő bohóc lett volna. És erre nevettünk, és ránk szólt, hogy ezt nagyon pedig komolyan ez így van. Ne nézik nagyon sokan, tudod, a nagy... Egyáltalán nagy, a cirkusz. És akkor megnézed, most nem akarok neveket mondani, két nagy művésznek, Sotair Lutka Éva, és akkor ők van egy tévéfel, ahol ők bohócok. Hát nem olyan jó, amit csinálnak, de minden színésznek ez a nagy álma, hogy és bohóc az egy külön műfaj. Azt nem adják ingyen, úgyhogy jó bohócok. De te akartál lenni bohócok? Hát annyira igen. Azt nem tudom, mondtam neked, annyira, hogy amikor nem vettek fel másodszor a főiskolára, és túl voltam, aki mit tudom, akkor az Ötvös Gabi bácsi, na látod, a másik. Na látod, igen, a zenebohóc. Olyan én is akartam lenni, olyan, mint az Ötvös Gabi bácsi. Na de én kaptam egy ajánlatot is, hogy beszállhattam volna a számba. De ez milyen alapom, vagy hogy? Hát lehet, hogy a képességeim. Vagy. Hát állandó kapcsolatban voltunk, hát én egyetemista koromban. De akkor már parodizáltál, tehát hogy... Mondom, túl voltam a Kimitől, tehát a televízió döntő után. Hát én még sokat tolmácsoltam a cirkuszban artistáknak. Hát gondolj bele, hogy nekünk kint laktam. Olyan életünk volt, hogy Jutka tolmácsolt, ami azt jelenti, hogy kint kellett ülni, mint a ugyanis orvosnak. És akkor esténként kinültünk a cirkuszban az artistákkal, artista gyerekek játszottak mellettünk 4-5 évesek. Olyan csodálatos, étkezők vagy lakókocsik kertje ültünk. De hát abban éltek. Nagyon fantasztikus. Nagyon szeretném. Na és akkor mit mondott Ötvös Gabi bácsi? Hogy akkor vagy ez volt ez a variáció, hogy beszállhattam volna a számba, vagy pedig aposan felajánlott, hogy ő betanít nekünk egy számot, egy bűvész számot, ahol én bűvészkedek. A Jutka, én bűvészkedek, és én megyem bohóc mellette. Raposnak volt svájci, mert impresszáriója, aki vitt volna minket. Csak nekem nem volt, azt mondtam, hogy... De aztán fölvették a főiskolára. Igen, úgyhogy... Lehet, ez ki tudja? Az én nagy bűnöm, hogy ezt a kisebbik lányomban láttam én azt, hogy majd ő. Hogy ő akart? A Dorka lányom nem akarta, hogy én akartam, hogy ő legyen női bohóc, mert az egy nagyon nagy dolog női bohócnak lenni. Nem is nagyon tudom, hogy van-e jelenleg bár olyan, aki numero egy lenne. És így lett a Dorka artista iskolás, és oda járt 2 vagy 3 évig.
és én úgy képzeltem a jövőmet, hogy ebben a koromban, amiben most itt ülök, én akkor már nem leszek aktív színész, mindegy, szinte már nem is vagyok az, de a Dorka már világhírű női bohóc lesz, és én viszem a bőröntöt, és járjuk a világot így mindannyian, de a Dorka tart majd el minket, mint világhírű bohóc. De amikor... ez nem jött össze? Azért nem jött össze, mert nem akarok az artista iskolát, most nem ismerem, penetránsan rossz volt, és amikor a harmadik végén azt láttam, hogy a lányom, te tudod, untermanként logott a trapézon lefelé, és ő volt a fogóember, akkor azt mondtam, hogy ezt viszont nem szeretném látni, majd erős ebben a koromban, amiben most vagyok, hogy a lányom lóg fejjel lefelé. És az Ötvös Gabi bácsi unokáját, a Csillit tartotta. Igen. Ötvös Csilli, akinek hullam. A Csilli. Az, az. Hát együtt jártam. Együtt jártam. Artista iskolában a Csillivel. És akkor még elhangzott egy ilyen mondat is, hogy azért már Rodolfo unokája, meg a Gábi, és akkor ezt én... Rudi bácsi unokáját szeretni kell. Igen. És akkor ott hagytuk mi ezt az artista iskolát, de hozzá kell tennem, a lányomat nem vettem észre azt, hogy vasárnap délutánonként önként dobáltam volna, amikor a három labda volt feladva hétfőre, mert ilyen leveszke volt. És azt még úgy tanították neki akkor az artista iskolában, hogy nem tudták megmutatni, A labda belül B-re repül, B labda repül C-re. Tehát egy matematikai, azt, hogy ezt csinálták volna, amit én is tudok. De Dorkát ez nem érdekelt. Tehát nem volt magyarán mondva, ezért nem lett bűvészet, ezért nem lett neki cirkusz, mert apósomnak erről az jutott eszébe, hogy mit lehetne egy pohárral csinálni, mivel eddig van a víz, és itt nincs benne semmi. Nekem meg az eszembe, hogy szomjas vagyok, és iszom belőle. És tehát... én meg nem akartam igazából bűvész lenni, mert... Miért? Azért, mert apám nagyon jó volt. És tudtam, hogy ha én nem leszek legalább olyan jó, vagy még jobb, mint apám, akkor valami egészen más kell csinálni. Isten ilyen lopott a színpadon, és tudom, hogy ezt egyszer kérdeztem tőle, hogy azt nő miért nem csinálhatja? Hát egyrészt nőnek nincsenek zsebei. Ez most már zaklatás, nem? Hát nem illik egy férfit végig tapogatni. Egy nő vigyen föl a színpadra két férfit, és fogdossa őket. Nem lehet meglopni? Nem, mert a nőkön nincsen zseb, nincsen zakó, tehát mit lopjak egy nőtől? A nők ridikülben tartják a cuccukat, nyakláncot nem lehet lopni. Hát most a plasztikázza van, le tudod tépni az arcát. Vagy a szilikont. Na. Igen. De nem, nő nem lophat, gusztustalan, ízléstelen, nem is lopott nő. Soha, már hogy színpadod. Nem. És a lopás nélkül pedig... De amúgy se lettem volna soha olyan művész, mint apám, mert apámnak ez volt a szenvedélye. Na most, ha valaki nem rajongva szereti, amit csinál, egyrészt nem boldog, másrészt nem lesz olyan jó. Nem lesz olyan jó. És én tudtam, hogy nem leszek soha az életben olyan bűvész, mint apám. Tehát egész mást kell csinálni. Hogy mire áll rá az agyad? Hogy nekem például azt láttam, hogy ha lenne ez az önálló estem gyakrabban, hogy naponta van, hogy leírok cetlikre mondatokat, mert majd el fogom tenni, és akkor hogy ne felejtsem el. És úgy közlekedek a világban. Tehát, hogy valami az embernek rááll az agya, vagy hogy láttok egy figurát, és mondom, ezt valami, de jó lenne ezt megcsinálni egyszer. Erre áll az agyam. Arra nem áll, hogy mit csinálj ezzel a pohár vízzel. Hát tudom, hogy önálló estet nem is akartál. Tehát arra rá kellett dumálni a sasnak, nem? Igen. De hát azóta én nagyon sokat kupálódtam. Hála Marton Fricinek, meg a sasnak. Mert ugye a politika sem érdekel. Igen, a politika nem érdekel. És akkor a Marton azt mondta reggel neked. Reggel este tévéiradó, rádió, nem tudom én mi. De aki politika... ugye rendező volt. Marton igen, rendező. Igen, és mindegy, hogy nem voltunk jóba. Mert? Ó, hát ez nem tudom, hogy hány órás a műsor. Nagyon röviden a Táliában volt egyszer Tália kabaré, még a Kazimír idejében, és akkor a Marton Frici rendezte, és a Komlós volt vendégként, meg a Sas. És akkor mondtam, nekem lesz egy magánszámom, és akkor valami időt behívtak mindenkit, hogy akkor adja elő a magánszámát, vagy akinek. És akkor bejöttem, és mondom, hogy azt mondta Marton, állj meg, menj ki. Tapsolok, gyere be, tapsolok, állj meg, tapsolok, hajolj meg, tapsolok, kezd el. Most én akkor már fölléptem az Erkel Színháztól kezdve a Népstadionon át. Megmondom neked, nagyon csúnyán elküldtem a bánatra, hogy kikérem azt magadat. Azt hogy néz ki, amikor te csúnyán üvöltesz, vagy mi? Nagyon kemény tud lenni. Nagyon. Nem, jobb lenne, ha üvöltenék. De mit csinálsz? Csúnyán. Nagyon finoman mond, nagyon. Nem.
lényeg az, hogy összeballéztünk. Nagyon leértem, ott hagytam őket. Kazimír fölébült és azt mondta, hogy... De azt azért ez izgat, pikírt vagy egy szúrós. Ez Ütka azt mondta a házasrendőrem, azért nem lehet vitatkozni, olyanokat tudok neked mondani. Nyilván a lélezetet. Hogy... Ilyeneket. De nem dühötte, nem azt mondom, hogy a anyádat, nem ilyeneket. Hanem? Gyilkos dolgokat, szóval igazán bántó. De nagyon bántó. Nem tudom. Röviden a Marton történt, mondom, Kazimír fölhívott, azt mondta, Puskán meg egy elmebeteg, maga a könnyű műfaj két pápájával veszett össze, a Kolmossal meg a Martonnal. A Kolmossal soha semmi baj nem volt, és a Marton Fitz engem a rádió kabaréban annak ideje, akkor hívott a színész. Jaj, bocsánat, én az előbb Marton Endrét mondtam, aki szintén rendező, de nem. Marton Fitz, nem. És hát bőhumora volt a Marton Endrének. Na, úgyhogy ez a történet a Marton Fitz, és amikor a Sas fölkérte, akkor azt mondtam, próbáljuk ki a Marton Fitzet, hogy vajon a harag, meg hát azóta eltelt, akkor már 20-valahány év, meg már azért Gálvagyi lettem abban a műfajban is, és akkor a Marton Fritzi azt mondta, hogy boldogan, én ilyen jól emberre nem dolgoztam, mint vele. Ilyen okos, ilyen, és aztán amikor haláláig a Fritzivel nagyon gyakran beszéltünk telefonon, éles lát, olyan tisztán, pontosan látott politikailag mindent, a Hofi is ezért hálás lehetett neki, mert hogy a Hofi lett, az Marton Frigyes és Komlós János. Na, ennyit erről így lehet. És ettől kezdve te meg bősz újságolvasó lettél. De engem nem, mindig volt egy televíziós műsor az RTL-en, ahol heten ültünk egy asztalon, és akkor mindig mondták, hogy és fölizgatod magad? Mondom, dehogy izgatom, dehogy is. Csak tudnom kell. Jutkat jó, tudja, én körülbelül megveszem, most már hála Istennek meg a magyar sajtónak, hogy nem kell sok újságot vennem. Megveszem azt az egy olvasható újságot, ami olvasható, két bulvárlapot, ami ugyanaz, és tulajdonképpen nagyjából tudom. De te még mit? Te még mindig, mind a mai napig? Igen, lemegyek reggel. Kézbe kell fognom. Az oké, de hát ezt elő is lehet fizetni. Nem, de ne, hát nálunk mi olyan helyen lakunk, hogy vagy hozzák, vagy nem hozzák, vagy ledobják. Tehát, hogy hozzák, vagy szerte, ne. Nincs benne ennek egy ilyen szertetes jelleg? Azt, hogy kinyitom, megfogom ennyire. De nem az, hogy lemész az újságot. Utálok lemenni, de hát kénytelen vagyok lemenni. Lemegyek. Többnyire még reggeli előtt lemegy újságért. Reggeli előtt, és akkor reggeli közben lehet nagyon jó. Csak úgy érzem, hogy olyan európai tehát vagyok. Tehát még ez a klasszikus üzé, hogy a igen. Kávéhoz a napi lapomat, az reggel elolvasom. Nincs kivasolva, meg nem tudom én mi. Hát, meg olyan napi lapot szoktam venni, amit eltakarnak, mert vannak ilyen brigádok, de, hogy letakarják, tudod? És akkor azt én szépen leszórom a földre, megkérdezem, mikor volt itt a brigád reggel. Ez egy brigád, akiknek semmi nem elég, tehát még ezt is le kell takarni. Pedig hát már övék minden. Mivel takarja le? De más az újságjaikkal. Az ő újságjaikkal. Tehát és rengeteg... az újságos ezt hagyja, vagy hogy? Nem érhet. Nem ér a fityűráz újságos. De nincs is újságos már. Egy és az újságosnál. Igen. Egyébként újságos nincs. Újságos már nincs. Hát olyan, hogy újságos a közérben, a benzinkútán, ilyen helyeken. Hát te, mint színház, a Nagymező utca sarkán, ott a András sarkán volt egy Bódé, a Józsi, vagy hogy hívták azt az újságost. Hát az egy fogalom volt, hogy ment az ember a Józsihoz megvenni a Bótagában kritikáját. És hogy eltett újságot. Eltett hát újságot. Nekünk volt olyan újságosunk, hogy volt egy dossziénk, rá volt írva Gálvölgyi. Hát akkor még volt 3-4 olvasható újság egy nap. Hát ma már hála Istennek meg tényleg, hogy tök ugyanaz van mindegyikben, ami engem nem érdekel, amiben más van, az meg egy. Volt neked azért bajod abból, hogy politikába, tehát hogy mondjuk a Heti Hetesben megnyilvánultál, tudom, hogy volt olyan, ez a mai napig kihat, vagy nincs? Hogy tudom, hogy volt olyan, hogy aki utánat köpött, vagy hogy ez, volt? De hát az emberek hál' Istennek felejtenek, tehát már nem... Múltkor kérdezte például valaki, hogy hánykor van a Heti Hetes? Mondom, amikor akarja, de ezt hogy ért? Hát mondom, már nincs kb. 40 éve, hát abban maradt rég. Van, aki még ott tart, hogy van, aki azt tudja, hogy mi ez a műsor. És van olyan is, találkoztam múltkor valakivel, aki mondta, hogy vasárnap este leülnek, anya készít szendvicseket, berakják a fröccsöt, és megnézik a Heti Hetest. Egy régit először. Igen, mert fönn van minden valamelyik YouTube-on vagy mi a bánaton, és nézik az emberek. Hát ez jut nekik, vagy ez helyett van a, nincs csak ki van a fejem alatt, vagy a másik a vasárlatos senki házi vagyok, és akkor azokat kell izgulni, hogy ki leveszi a fejét, és nincs akkor ott senki. Hát döbbenetes, és ezen ájúldozik utána 4 napig a bulvár, hogy ott volt Laci bácsi, akinek a vigyorát már mindenki ismeri. Most egy ilyen volt például, én nem láttam őket,
De hát ez tartja izgalomban most a népet, leszámítva a sajnálatos eseményeken, amiről hát tudunk. És ti mit csináltok otthon este? Tudom, hogy János engedett. Például színházba járunk. Ja, még egyet. Jó. De például olvasni is szoktunk, rengeteget. De például én ugye, ha játszom ütkának, eszébe nem jutott. Én be se kapcsolom a tévét. Hozzá kell, nem is tudja, hogy a hangot például hol kell ráadni, ezt nem is tudja. Annyira nem érdekel. Ő internetezik. Internetezni azt szoktam, azt János. De ő nem e-mailez. Nincs Facebookon, nincsen ilyesmi, de internetezni azért szokott. Tehát elnézelődni, hogy mit vannak a világban, azt érdekli. De nem, szóval egyrészt nem teszünk ki családi fényképeket mi. A lányaim azok kitesznek. Mi nem. A magánéletünk az a magánéletünk. És az, hogy végül is a Dorka színházi ember lett, az öröm? Hát ez az ő baja. Te őt nagyon, igen, nagyon érdekelte a dolog, érdekelte létrehozni valamit. Ő különben is egy ilyen létrehozós ember, és azt mondhatni, tényleg az övé, már nem az övé, olyan értelme, hogy ő festette meg, szögelte meg, nem tudom én mi, és a mai napig reggeltől éjfélig úgy érzi, hogy övé a dolog. És valóban az övé, mert van ő, meg ő. Tehát azt hiszem, hogy a munkatárs, nem. Igen. Ő a ruhatárs, és mondtam, hogy az olyan jó hangzik, hogy minden. Valaki igazgató. Csak az igazgató, hát ismerek egy párat, nem szoktak egyet szedni, nem szoktak ruhatározni. Szóval de ez minden. A kis színházaknak. Tehát igen, hát ő nagyon szereti. De ez a jövő útja. Hát most nem akarok tréfálkozni ezzel. Igen. Hát azt hiszem a Kellérnek vagy a Csurkának volt ez, hogy van egy színészek, mennek lakásra. Ugye ez még 40 éve írta valamelyikük. Azt hiszem a Csurka írta, lakásszínház. Ami azóta már van, csak nem én megyek hozzá, hanem én bekopogtatok. Jó napot kívánok, tessék minden. Hát lenne itt egy darabunk a Bélával, bejöhetünk, és akkor leültök, és hát új gazdagok vannak, régiek nincsenek, és akkor lehet ez a jövő útja. Betanulunk kisebb darabokat. Ember tragédiáját hárman előadjuk, hát. Mint régen. Ezt tudom, Kőműves Sanyi bácsék voltak, Kőműves Erzsi. Hárman járták a vidéket, az ember tragédiáját adták elő. És akkor a Sándor kérdezte egyik nap Erzséget, holnap este mit játszunk? Ember tragédiát? Már meg soha nincs egy szabad esnép. És hárman voltak. Lehet, hogy ez a jövő útja. Most hát beszéljünk azért, mert ez a koronavírus akkor most érinti a színházat, tehát akkor mi lesz, ha netán hónapokig nem kell bemenni a színházba? Akkor mi van? Hát én nézni nem tudom, neki milyen következményei vannak most a művészetet leszámítva anyagi következményei, hogy mi van akkor, hogy az én hibámon kívül nem megyek be a színházba. Akkor például. Hogy mi lesz, én remélem, hogy azért hónapokról nincs szó, de a hónapokig nem kapok fizetést, vagy hónapokig a közértbe nem mehet be a közértes, akkor összeomlik a világ, de akkor meg semmi probléma nincs, mert azt kívánom, hogy minél előbb omoljon össze ez az egész buli. Igen, mert egyébként, ha belegondolok, egy nagyobb áruházban is többen vannak, mint százan bent. Ez egy láncreakció. Meg ha felszállok a zsúfolt villamosra, hát ugye ígérik, hogy fertőtlenítik gyakrabban. Hogy lehet fertőtleníteni? Hadd mondjam el, hogy most nemrég nagyképpen megérkeztünk Dublinból, ahol ott a repülőtén ültünk 3 órát egy olyan repülőgépen, ami nem indult el. Ömlött belőle a légkondi és a bacillus. Olyan koszos volt az a repülőgép, 2 repülőjáraton, 2 fapados, nem mondom meg, hogy melyik volt a kettő közül, bármelyik. Ízés zsebkendő, tehát az orváladékos zsebkendőt szedtük fel az ülésről, és akkor azt hazudják, hogy fertőtlenítenek, takarítanak. Hazugság, tele vagyunk hazugságokkal, tudod? Úgyhogy ebben nem hiszek egyáltalán nem hiszek nekik. És ha így tovább megyek, én a koronavírusban sem hiszek, ha így folytatnám. Ezt az én imádott Szilágyi Jancsimon. Én úgy vagyok ezzel, ha megvan írva, hogy Gálvegy úr magának a forgatókönyv utolsó lapjait nézem, hát forgatókönyv szerint koronavírus van. Gálvegy úr maga bele fog fulladni az égei tengerbe, akkor abba fog belefulladni. Te fatalista vagy? Ezt ilyen értelemben ismerlek, de ezt nem tudom. Ilyen értelemben abszolút. Abszolút. Ezért nem félek a repüléstől. Ilyen értelemben abszolút. A Tolsztói Leóról mondták állítólag, hogy mindig vonatozott, és ment a vonattal, hogy a halál ne érje úttól. Én a Tolsztói Leó? Nem.
utol érte. Tehát én ebben igazándiból, ebben ilyen értelemben nem... Na de akkor ez a, mert itt tréfálkoztam, amikor jöttél, hogy na most jött el a te időt, hogy nem fogod, mert te nem tudom mióta nem szeretsz kezet fogni, és mindig a zsebedben van egy utálok ilyen. Utálok kezet fogni, pusziszkodni, fertőtlenítem a kezemet, röhögnek rajtam a színházban is, hogyha a színpadra mentenőt valaki kezet fog velem, akkor visszamegyek még egyszer megmosni. Ettől még lehet koronavírusom, csak tudod, arra gondoltam, ma délelőtt éppen hallgatván a híreket, hogy most úgy beszélünk, hogy van a koronavírus. Megszűnt a rák, megszűnt a szívinfarktus, megszűnt a nyombérfeki, minden megszűnt, csak a koronavírus. És másban akkor nem is fogunk már meghalni csak ebbe, mert akkor ezzel kiegyeznék. De még annyi betegség van, mondom, innen üzenem mindenkinek. De figyelj, ha én most logikusan végig gondolom, hogy te fatalista vagy, a repülőtől nem félsz. Akkor kár ez a fertőtlenítgetés, mert hogyha abba kell meghalni, hogy egy készfogást... Én nem attól félek el, hogy kanyarós leszek tőled, hanem undorodom, már nem, bocsáss, nem a te kezed, undorodom egy ismeretlen embernek, nem tudom, hogy ő honnan jött. És akkor nekem mindenféle vízióm van, hogy éppen honnan jött ki, mit fogott meg előtte, és azt megfogja. Meg vannak emberek, nekem például úgy érzem nagyon finom száraz keze. Vannak, akinek olyan a kezem, mint egy döglött hal. És aztán annál kínosabb nincs, amikor csöpög a kezéből, kezet fog, és akkor így állok, mondom, igen, hát igen, alig várom, hogy valahol megtörüljem, vagy lefertőtlenítsem a kezemet. Nem mondhatom még, hogy uram, ezzel a kezével miért fog kezet? Én úgy tudom, hogy a hipohondriád az lényegében elmúlt, amikor volt komoly betegség igen, a persze, családban. Persze, 50 éventől az ember nem hipohondriád, hanem beteg. Hát megszűnik egy időben. Ez nem hipohondria, egyszerű undor. Tudom, hogy az volt, hogy mindig úgy mentél be a színpadra, és hogy na majd ott fogsz. Igen. Annyit fejlődtem 50 év alatt, hogy régebben úgy mentem, hogy a szélén álltam mindig, hogyha baj van, akkor kizuhanok. Most már egy év után középen állok, hála Istennek, mert ott kell meghalni. A Molière-sel a díszletek mögött halt meg. És ez hosszú távú vágyaidban benne nem, van? Vagy ez olyan szép lenne? Nem. Azoknak, akik aznap este látják aznap este ezt az operációmat, azoknak biztos érdekes, el nem múló emlék lenne. Másrészt meg a kollégáknak nagy öröm lenne. Ha. Igen, hát emlékeztek ti a nagy bábművész, az Obrascovnak volt egy ilyen szám, olyan szám, egy oroszlán idomítós szám, és akkor kiállt előtt, és megmondta, hogy cirkuszba is azért mennek az emberek, mert mi, hogy szeretnék, hogy hát ha bekapja az oroszlán. És milyen mázni kell ahhoz, hogy valaki ott legyen? Akkor én most megmutatom öreknek. Én megértem egy ilyet, nem szóval Márkos Laci, aki a kezem között halt meg, nem kívánom senki, most elvicceltük ezt a dolgot, nem egy jó élmény. Nézni sem, meg részt venni be. Nagyon hosszan és nagyon ugye beteg volt. Ugye ez, ha jól emlékszem, egy szilveszteri műsor felvétele, vagy? Kamerapróbája. Kamerapróbája volt. 30-án. 1980. december 30-án. És akkor mi történt, hogy pontosan, hogy... Hát együtt öltöztünk Márkus Körmendi meg én, és mentem be 10:30-kor, a Körmendi már kinn állt, és akkor meg lehetett dohányozni, és mondta, hogy Lacika megint hülyéskedik valamit, és akkor a Laci ott földobtak, mert mindegy borzasztó, és ott akkor egy fiatal orvos volt, hogy... Mit csinálta Márkus? Hogy... Volt egy ilyen pamlag, földobta magát, azt hittem, hogy hülyéskedik, mert tényleg hülyéskedett mindig, de akkor kiderült, hogy már egy ilyen rohama volt neki, és így csúszott végig, és akkor ott egy fiatal orvos, és akkor azzal elkezdtük ott mesterséges lélegeztetni meg minden. Aztán engem is ugye kizavartak onnan, és elvitte a Lacit a mentő. De hát kiderült, hogy már ott ő meghalt. És akkor mentünk be reggel 3:30-kor a főpróba után, amit hát nem kívánok senkinek, azt a főpróbát, amilyen hangulatot volt, képzeld el. A Kern, a Körmendi meg én, mentünk be a Tétényi kórházba reggel 2:30-kor. És akkor mind a filmekben, hogy lenni szokott ilyen jobb filmekben, hogy egy ilyen férfi klumpa úgy jött a üres folyosón, jött, és az a klumpa az úgy jött, hogy tudtuk annak a vége az, hogy Laci meghalt. Úgyhogy... És utána meg kellett csinálni, ha... Én ment a bóka kacagás, és az a vicc, hogy 29-én én vittem haza Lacit, reggel 2:30 vagy 2:30-kor is, baromi, és még próbáltam is,
És mondta a Lacika, mondom, nagyon késő van, most már mennék haza, és azt mondta, nem tudok kiszállni a kocsiból, és akkor valahogy kiszedtem őt, ez volt előző nap, és 29-ét fölvették, az megvan a televíziónak, meg föl van a YouTube-ban egy fél perc, hogy egy playbackre, félig meddig a körmedivel ráéneklik a dalt, mert ugye playbackről ment volna a dolog. És akkor az volt, hogy 30-én a Kernel volt egy közös számunk, telefonkönyvet olvastuk föl, különböző színészek hangján, nekem az egyik fő attrakcióm volt a Márkus, és akkor azt ki kellett hagyni, mert mégse illet, hogy előző nap. De így kell meghalni, mert Honti Anna ugyanígy halt meg valami december 30-án, róla szólt a szilveszter, a Márkus december 30, róla szólt a szilveszter. De hogy szólt róla a szilveszter? Hát azért, az, hogy tegnap este még itt ült, meg itt volt, meg együtt voltunk, meg nem tudom én. De azt ti szóba hoztátok akkor. Hát, hogy, tehát ezért ez nem kívánom senkinek. Na ez volt a Kacag Bajadzók című nagyopera, tudod, hogy kimenné szólt a móka és konfetti, meg mindenféle, és közben egy ember haldokliben 3 méterrel a színpadtól az öltözőben, és a mentők meg ott körülötte vannak. Azért ez olyan... De hát ez így megmaradandó élmény. Hát gondolom. És akkor most mi van? Tehát, hogy ugye nem beszéltünk még a... Tehát, hogy ilyen média dolgok kimentek alól, Lad János, ugye? Ez úgy elmondható, heti hetes nincs, Gálvölgyi show nincs, Klubrádió még az van. Tehát neked ennyi elég, vagy vágynál többre? Nem, ezt a családom is néha nem hiszi. Nem vágyod. Tudni kell szerintem, például a Gálvölgyi show-t jókor hagytuk abban, mert abban annyi volt. A heti hetes 17 évig ment. De ilyen értelemben nem hiányzik. De mégsem magatoktól, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy hát Hernádi Judit például kiszállt belőle magunktól, úgy tudom. Nem magunktól, de mindenki érezte, hogy a mai napig mehetett, és a mai napig mehetne. Ez bármikor aktuális. De valamelyik este kapcsolatban. Hát de csináltak is, most időnként összejöttek. Hát ez itt a... hogy televíziót kapcsolgatja, mert televíziót nem lehet nézni már a magyar adásokat. És németeknél kapcsolom. Megy. 7 nap 7 fej, vagy igen, 7 nap 7 fej, megy a heti hetes a mai napig, tudod mi jót, hát előbb ment, mint nálunk, onnan loptuk le, vagy vettük át, bocsánat, átvettük a heti hetest. Hát 40 éve megy, hát a mai napig nem velünk, hát minden Változt nap történik emberekkel, valami. De hát minden nap történik a világon, mindenütt valami. Ami történik sajnos, annak annyiban örülök, hogy már nincs, hogy mert már az ember nem mindent tudna humorral kommentálni, meg kezelni, nem hiányzik, egyáltalán nem. Hát ebben a hónapban például hivatalosan színház előadásom volt 3 darab. 3. Hát ezt kérdezem, hogy... De vannak más, most a játékről hogy ez hol van attól, amikor a Madách Színházba álltok, tényleg az volt beírva a műsorban. A Madách Színházban például most kaptam egy darab Gálvölgyivel. Az a Gerényben nevű igazgató alatt volt. Most kaptam egy levelet egy héttel ezelőtt, hogy lesz előadásom. Május 23-án, tehát el ne tévesszem, lesz 1 darab furcsa pár, és nemrég volt, október elején volt az előző. Tehát így 6 havonta van egy előadásom. Ez a Madár Színház, de hát mondjuk semmi. Ez neked a legnagyobb szívfájdalmad. Nem, ez se fáj már nekem, Gábor. Nem így de gondoltam. De nem hiszem ezt, János, nem hiszem. Hát nem most is amilyen hangsúllyal mondod, abban ott van, hogy hát a Madár volt a legnagyobb vágya. Ja, az a Madár, az egy másik, ez egy gyönyörű színház volt. Hát ez, ahol bemegyek, hát ipari tanulóiskolán, mert megnézem a szereposztást, azt mondom, hogy kicsodák. Nem, ez dehogy, miért lenne szívfájdalmam? Én soha, a dilettantizmus, nem, az nem, soha nem. De régen évekre hívtak engem Amerikába. Profin oda tesznek musicaleket. Nem róluk mondtam, nem. Hívtak Amerikába, hogy kimehetnék például a Doktor úrba eljátszani a Puzsért konkrétan. Úgyhogy Amerikában a fodrásznők, ilyen emigráns fodrásznők, ez 40 évvel ezelőtt volt, és volt kint a Bilincsi Tivadar például. Betanulnák, kimegy egy magyar színész, például én. De ebben a Madár Színházban én miben mennék, miben tudnék a Mamma Mia-ba, mit csinálnék benne, vagy mit csinálnék ebben a színházban. A Márkus, azok azt mondja, és szegény Márka élne, ha már beszélt, mit csinálna a Márkus Laci bácsi ebben a Madár Színházban? Mit? Amiket játszanak. Ez egy rózsaszín hajó, amit aki szeret, az utazzon vele. Nekem ehhez semmi közöm nincs, már mentőcsónakban sem vagyok benne. Nem is érdekel a dolog. Hát az, hogy 6 havonta, és el fogom, abba kell hagyni. Hát ezt gondolják, hogy 6 havonta, még 70, nem tudom hány évesen fogok játszani furcsa párt.
kegygyanánt, vagy hogy a műszak pihenjen aznap. Ez azért van csak betéve, hogy mitől van teltház, mitől van, miért verik szégén, szétverik a házat zene nélkül, az a közönség baja, vagy az ő bújuk-bajuk, hogy miért tetszik ez nekik még mindig. De nekem nem fáj, nem. Esküszöm, hogy nem fáj, nincs bennem semmi. Három előadás nem fáj neked. Nem. És abban már a Rózsavölgyi szalon is benne van. Nem, nem, három előadás a játékszín, nagy a Rózsavölgyiben azért van egy. De van olyan nekem, tíz, az az ideális. 8-10 és nagyon jó, és mindig van valami ezért mellette nekem fellépés, vagy beszélgetés, vagy meghív a Bolta Gábor. Tehát valami, szinte minden napra van valami, tényleg, tényleg. Volt eddig. Na most a koronavírus milyen, nem tudom, hogy mi újság van. Most mindenki marad otthon. Van egy nagyon szép önállam otthoni használatra. Ne van, otthoni, hát meg vagy hívva, tudom, Svájcban, de ott vagyod. Tudom, hogy meghívtak még különböző. Igen, de hát most tényleg nem tudom, hogy mi van ebből, vagy mi lesz ebből, de... De abban az önállóban, hogy hát ott végigmész az életed. Igen. Jutka most kimolt tőlem, és azt mondta, hogy nagyon hozzá. De tényleg nagyon becsülettel dolgozom. Nem, mert dolgozom. János becsülettel majdnem 2 órát csinál, úgyhogy egyedül áll a színpadon. Na most ez az, ami a játékszínben, egyébként pont a 70 éves szülinapjára. Hát ez naponta alakul. Ugyanúgy, de... mint ahol finálta, hogy tegyél egészen friss dolgokat beletesz. Igen, napról napra alakul a dolog. Jó, hát az élete az az élete. Vannak fix pontok vannak benne, de vannak olyan, amit... De van, ami minden nap, minden alkalommal más. De én szerintem sok, szóval van olyan kolléga, mindegy, szóval vannak stand-uposok, most ez a divat, szóval van, aki 30-40 percet dolgozik, ami viszont szerintem egy önálló esthez kevés, de 2 óra meg szerintem sok. Hát nem vagyok egy önkéntes színész, tudod, ezt mondták egy kollégáról, annak én addig nem jön le a színpadról, amíg nem mennek ki az oroszok. Ezért állandóan ott volt. De valóban sok. De mindegy, hát szóval, de van. Na de ez itt külföldön azért érdekes. Tudom, hogy először Londonban csináltad ezt, most ugye Dublinban, Svájcban hova vagy? Zürichben. Hogy az milyen? Tehát amikor ott van egy rakat, nyilván neked is alkalmazkodni kell ahhoz, hogy ezek kint élő magyarok, tehát nem biztos, hogy tudnak mindent, amit mi. Azt én vagy föl szoktam, tehát ha kijön, aki engem autóval hoz visz, azzal szoktam beszéltetem őt, hogy tudjak valami aktualitást, meg próbálok valami oda olyan dolgot, de általában olyan dolgokat, amit föltehetőleg tudnak, van olyan, amit tehát nem tudnak, úgyhogy meg interneteznek. Hát ezek, és ezek nem a régi, én voltam kint a Rátonyival még Izraeltől kezdve sok helyen, ahol már a kihaló, már elnézést kérek, kihaló magyarok voltak, de ezek a mieink, ez a mi generáció, tehát a mi magyarink, a mi fiatal embereink, okos... Sőt, a gyerekeink és korú. A gyerekeink korúak vannak kint, tehát ez nem a... Én voltam, most mondtam, hogy elmondanak egy szép verset, nem hagyjon el, nem akarunk sírni, nevetni akarunk. Itt lehet beszélni, napra készen lehet beszélni, tudnak mindent, annyira tudnak mindent, hogy nagy részt azért vannak kint és nem itthon. Tehát azért mentek ki, mert... Nem mondtad nekem a 8 perces álló vastagsor. Igen. Csak az a bizonyos tortúra, amíg eljut az ember odáig, az nincs arányban. Úgy tudom, hogy Londonban még a lányaid is kim voltak. Igen. De mindig mondom, hogy jöjjenek velem Szatymazza is el, amikor megyek. Nem, hát úgy jött ki a lépés, hogy kim voltak, igen. De az, hogy neked megérkezel péntek este, szálloda, szombaton velem már nem lehet bírni, mert én már összecsinálom magam estig. 5 órakor beállunk a színházba, én magamban el vagyok 7-ig, 7-kor bemegyek, összecsinálom magam, 48 körül. De ez milyen, amikor te összecsinálod magad? De Gábor, nagy a felelősség. Most gondolj bele, itthon is, mert én vagyok a gál, vagy most lehet, hogy nagyképpen hangzik. De gondolj bele, hogy Londonban kimész, vagy Dublinban, most kim voltam, és Londonban színházat kell cserélni, mert nagyobb színházra, és ott ülnek de, emberek. Igen. Dublinban nem tudom honnan 3 órás útról jöttek, pokoli időben. Korkból, meg igen, más kocsival jöttek ott is el emberek. Magyar volt. Már mondták nekem előtte. Volt, aki bőröndel jött. Bőröndel jöttek, mert ott aludtak. És gondolj ebbe bele, hogy hát azért ez baromi nagy dolog. Te is kimész oda 7 órakor, azt mondod, good evening, vagy ladies and gentlemen. Ja, mondom, beszélnek magyarul is. És ki kell azt 5 percen belül, hogy mire lesznek vevők.
hogy mit lehet megengedni vízben, mit lehet tréfában, mit lehet politikailag, mi az, amire. Ezt 5-10 percet föl kell mérni, aztán beindul az önálló estem a stabil részei. Abból mi az, amire visszacsengnek? És hogy méred föl? Azt tudom, hogy a Hoffinak azt egyszer mesélte nekem, hogy voltak bizonyos szintű viccei. És a akkor, és akkor, igen. És akkor abból lemérte, hogy mi jön be, mi nem, kvázi milyen szintű a közönség, és annak megfelelően variál. Szó szerint, doktor úr, kérem, szó szerint. Marton Frici iskola. Ezt én azért nem vagyok elég hálás a Marton Fricinek. Ugyanaz az iskola, és ugyanaz a technika, ami a Gézáé volt, csak a Géza zseni volt. Ugyanaz, hogy van egy vonal, mint a halnak a gerince, és abból vannak a leágazások. És akkor én tudom, hogy most elmegyek jobbra, a nagyon nehéz az, hogy visszataláljak, tudod? Az a Gézánál is volt, nem tudom, amikor ott ugye a madárskamarában együtt játszottunk, hogy előtte mindig a alkú ment, utána jött a Géza, a sugónak mondta, nem, azt mondta, hogy Hofit súgom. A Hofit súga, ilyen vagy te mit. A Gézának annyi volt, ez most nem bántam meg az emlékét, hogy volt egy tábla, 4-5 tábla volt, és akkor be kellett a Gézának mutatni, hogy nem hova tudom, nokedli, hogy tudja, hogy hova menjen vissza, amikor elment már 6 vízszer elkalandozott, hogy hol a gerinc. Aha. Nekem annyi van nehezebb, hogy nincs táblám, illetve annyi van, hogy ha rendesen együtt vagyok a vetítéssel, akkor tudom, hogy hopp, ide megyek vissza. De onnan aztán megint elkalandozik. Az első 8-10 perc, amit úgy meg kell fogni a púzusokat, hogy mire ver jobban. Mennyire húzzátok fel magatokat azon, ami az országban, és mennyire tudjátok ezen kívül tartani magatokat? Minek? Szóval az ember felhúzza magát, bedobja magát, próbál írni, tiltakozni, levelezni, fütyülnek rá. És nem ez az egyetlen dolog. Felhúzni nem, nekem eszembe, sajnálom, a hetértes idején sem húztam fel soha magam. Tudomásul veszem, és csodálkozom azon, akik nem vesznek tudomásul dolgokat, hogy már pedig itt élünk. Nekem a kisvakond alapviccem. Hogy? Hát a kisvakond, amikor kaparászik a kisvakond, és akkor följön a papával a föld fölé. Azt mondja, apukám, de gyönyörű, kék az ég, milyen gyönyörű, Isten, milyen levegő, süt a napocska. Mi miért élünk itt lent a sötétben, a homokban, a szutyokban? Azért kisfiam, mert ez a mi hazánk. Ez nagyon durván hangzik így, ezt majd ki lehet vágni. Ez van. És ezt szeretik, és ez nagyon jó, mert ha nem így lenne, akkor nem így lenne. Szóval akkor ti vagytok egymásnak. Így van. És ebben még nem csalódtunk. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük szépen. A viszontlátásra.